Üdvözlök mindenkit a csatornámon, én Szabó Viktor vagyok, köszönöm, hogy ide látogattál. A címből kiderül, hogy annak fogunk ma utána járni, hogy mitől lesz sikeres egy projekt Behance-en. Nem tudok én se annyira sok tippet és trükköt adni, illetve tudtam, hiszen van egy videóm, amiben elárulom, hogy mitől lesz sikeres egy Behance projekt, legalábbis a Behance és így mindenki elmondása szerint, de most megnézzük, hogy elértem a 10. projektet, amit kiemeltek, tehát 10 kiemelésem lett így összesen, és megnézzük, hogy melyik projekt szerintem miért lett kiemelve, és miért nem lett kiemelve, ezáltal még többi tippet és trükköt tudok adni, úgyhogy az intro után bele is csapunk ebbe a rendkívül izgalmas témába, legalábbis szerintem rendkívül izgalmas, a YouTube és a nézettségek azt mutatják, hogy annyira nem izgalmas, annyira nem mainstream, hiszen nagyon sokan nem használják a Behance oldalt, nagyon sokan nem tudják, hogy mi ez, mire való, mit kell ezzel csinálni, meg hogy tulajdonképpen ki a francnak való ez az egész, úgyhogy az intro után belevágunk. Nos, hát itt visszamennék, nem ezekkel a projektekkel kezdtem, de ezek vannak most itt fent. Nézzük meg az elsőt, a The Hungarian Sea Balaton projektet. Nos, hát itt annyi lesz az extra igazából, hogy ez a projekt nem lett kiemelve, vagyis hát ez nem extra, hát ez várható. Ez a projekt nem lett kiemelve, ez egy ilyen fine art collection, ilyen mindenféle manipulált balatonos képek vannak benne. A drónos képek utólag kerültek be, tehát ez a projekt nyilván ugye nem szabad utólag szerkezgetni ezeket a projekteket. Utólag kerültek be, ez már tényleg csak azért van fent, mert sokan megnézték, meg első projektnek így megnézhetik, hogy tök jó, és vannak benne drónos képek, de úgy igazából sok eredményt már nem fog hozni ez a projekt. A következő az szintén nem lett kiemelve, viszont majdnem 5000 megtekintés van rajta, ami elég jónak számít így a Behance felületén, ez a Future Brief, vagy nem tudom, hogy kell kimondani, de ez a lényeg. Ezt a projektemet az Argyli is lehozta, fogalmam sincs a mai napig, hogy miért nem lett kiemelve. Ez egy olyan projekt volt, amire azt mondtam, hogy hát ha ez nem, akkor semmi, de lényegében ez nem lett kiemelve. Talán nem annyira, hogy mondjam, tehát nincs annyira egyben ez a sorozat, mint amennyire egybe kéne lenni ahhoz, hogy a Behance kiemelje, vagy pedig unalmasak ezek a lookup fotók. Nem fogom mindegyik projektet végignézni, amelyik bővebben érdekel titeket, leírásban van a linkje a Behance profilomnak, meg lehet csekkolni. És következik az első kiemelt projekt, ami nagyon durva, és soha nem gondoltam, hogy ez így ki lesz emelve, ez a Basketball from Above, tehát a kosárlabda felülről. Ez egy videó, itt a kártyára kattintva meg is tudjátok nézni, és pár fotó, itt főként a fotókra szerettem volna felépíteni ezt az egészet, de mégis videós kategóriában lett kiemelve, a Motion és a Premiere Pro kategóriájába emelte ki az Adobe, úgyhogy nagyon durva. Ez tényleg olyan projekt volt, hogy csak lestem, hogy úristen, hát ezt miért emelték ki, és hogy emelték ki. De amit így levontam utólagos következtetésnek, hogy nincs sok kosaras projekt a Behance-en, tehát ha betalálsz egy olyan projektet, ami hiányzik és tetszik a kurátoroknak, akkor szerintem simán be lehet kerülni a kiemelt galériákba. Úgy látom egyébként, hogy ilyen például a Star Wars, amiből mondjuk sok van, tehát ez most nem arra mondok példát, sok Star Wars-os projekt van, viszont ugye nagyon szeretik a kurátorok, szóval az biztos, hogy be lesz válogatva, illetve még egy az izlandos fotósorozatok, úgyhogy ez a kettő téma, ami instant siker szerintem, de biztos van több olyan projekt is, ami siker. A következő a G-Lumen Party Ship After Movie, hát itt egy több mint egy órás, azt hiszem két órás After Movie videó található, amit még a Mix meg is lehozott, ami brutális volt, úgyhogy írt róla a világ sajtó, a Behance kurátorainak viszont nem jött át az egész szitu, pedig itt van mindenféle kis jelenet, gyönyörűen drónzott benne a Scrap barátom, úgyhogy innen is pacsi neki, hihetetlen
snittek vannak benne, nagyon durvák, úgyhogy, ezt mindenképp nem mondom, hogy nézzétek végig, ha is van timeline is, nagyon brutál, hát majdnem 2 órás videó volt, szóval ezt megértem, hogy ezt nem nézték végig, ezt nem is számítottam arra, hogy ki lesz emelve. A következő sorozatom a Normal is Boring, ez egy ilyen manipulált, színezett fotósorozat, ez új volt, egyedi volt, friss volt, úgyhogy tulajdonképpen ez azért nyert szerintem kiemelést. Van benne egy-két gyenge láncszem, de szerintem összességében egy egész jó sorozatot kapott. Ezen felbuzdulva itt van a Normal is Not Boring, ami meg pont az ellentéte. Vannak benne hasonló képek, szóval ha megnézitek, itt van például az előző fantás kép, ami ide is bekerült, oda is bekerült, ez két helyen is ki lett emelve, a Photography-ba és a Student Show-ba, úgyhogy tulajdonképpen ez így tök jó. A következő a Breakout sorozat, ja hát ez ilyen tipik lenszképes sorozat volt, szóval gondolom azért került be, mert hát szép képek, tehát ilyenekkel is be lehet kerülni. A következő a Breakout sorozaton volt, ami egy ilyen őszi cucc, és bele is magyaráztam egy ilyen kis környezetvédelmi témácskát, úgyhogy szerintem a kettő összessége aktuális is volt, mivel ősz volt, illetve ez a belemagyarázott téma lehet nem segített, de mégiscsak ott van, hogy azért kiemelték. Szóval tulajdonképpen ez is ki lett emelve, ugyanúgy a Photography galériába, igen, ott. A következő a Future Brief-nek a második része, ezt is hihetetlenül sokan megnézték, és mégsem lett ez sem kiemelve, szóval valószínű, hogy nem jönnek át ezek a manipulált épületfotók így a Behance kurátorainak, úgyhogy ezzel nem is húznám tovább az időt, de szerintem egész jó sorozat lett, úgyhogy ugorjunk is a kövire. Itt ugye igen, eltelt egy kis idő, és jött a Deep Water sorozatom, ami itt készült Magyarországon, és szerintem az egyik legjobb sorozatom lett, úgyhogy hát igen, ez landscape kategóriába bekerül, drónos sorozatokkal is viszonylag könnyű bekerülni, úgyhogy ez is tulajdonképpen azért, mert szép képek vannak itt. Igen, itt egy nappali és itt egy éjjeli, úgyhogy akit érdekel, az csekkolja le ezt a sorozatot. Jött az Exist, amit hát ez ilyen próba teszt jelleggel ment ki, ezt sejtettem, hogy nem lesz kiemelve, és be is igazolódott, nem lett kiemelve, és talán a nézettség is, ja, 873, szóval a nézettség sem olyan extra. Ez nagyon elvont sorozat lett, úgyhogy szerintem vagy még ennél is elvontabbnak kellett volna lennie, vagy kevésbé elvontnak, szóval ez nem jött át ez a sorozat a kurátoroknak. A következő One Year in the Air nagyon brutális megtekintése van, ugyanis 6,3 ezer megtekintés van rajta, és brutális like szám is gyűlt rá össze. Ez ugye a 2019-es év összefoglalón volt, ugye drónos témában, 21 fotót tartalmazott, és 2 videót, szóval ez lett. Egyébként nem értem, hogy miért nem 19 fotót tartalmazott, és 2 videót, na mindegy, nem is ez a lényeg, bárhogyha így matekozunk, akkor 21-ből 2, az 19, na mindegy, szóval, hogy itt összefoglalva vegyesen voltak számomra kedves drónos fotók, illetve még itt van sorozatokból is szedve, ugye, tehát itt a Deepwater sorozatból, itt a Breakoutból, szóval egy csomóból így kiszedtem, nagyon sok kép, ugye 21, ez valamiért nem lett kiemelve, pedig szoktak egyébként ilyen portfóliókat, meg videofóliókat, meg logofóliókat, ezek ugye nagyon népszerűek, és ki szokta őket emelni a Behance, itt most mégsem történt meg ez a kiemelés. A következő a Dead Lake sorozatom, ami egy Debrecen környéki tónak a sztoria, egy ilyen kiszáradt tó. Valamiért ez nem jött át, pedig írtam is ugye róla egy kis szösszenetet, úgyhogy ez nem jött át nekik. Hát sajnálom, pedig van hozzá videó is egyébként, szóval nem csak az van, hogy csak képek, hanem itt egy videó. Szerintem ezt is majd itt a kártyákon eléritek, hogyha szeretnétek megnézni. Ez nem jött át, igazából nem is értem, hogy miért. A következőt viszont értem, ez a Cloud Lake, hogy miért nem jött át, ha megnézitek, nagyon kevés, nagyon kis szerény, kis Instagramon jól lájkolták ezeket a képeket, de amúgy, mint egy sorozat, nagyon kicsi és kevés, és
és egyszerűen túl kevés volt ahhoz, hogy kiemelést kapjon. A következő a Voli. Tulajdonképpen ez itt Lila Füred és környéke, ez tavasszal készült, valamiért ez sem jött, tehát pedig ezt is úgy raktam fel, hogy hát ez instant, tudja, hogy ki fogják emelni, hiszen tök epic helyszín, de úgy látszik ezek szerint a képek nem annyira jöttek át így a kurátoroknak. Az tény, hogy picit ilyen fakó színvilágot alkalmaztam, tehát nem ez a gyönyörű lenszképek jönnek át, hanem kicsit inkább ilyen fakóbb színvilág. A következő az egy WoW Hungary és B-Massive Horizonos projekt. Ezt tulajdonképpen tudtam, hogy nem lesz kiemelve, hiszen itt ilyen több órás mixek vannak, amikre mi forgattunk ugye a nyár folyamán, úgyhogy ezt sejtettem, hogy itt nem lesz kiemelés, viszont mindenképp felszerettem volna rakni, hogyha valaki portfólióként néz rá így a munkásságomra, akkor, vagyis így a Behance oldalamra, akkor ugye látja, hogy forgattunk ilyen nagy projektekben is, úgyhogy hát ez a turisztika ügynökségnek készült, itt van egy Petőfi TV-s spotunk is, úgyhogy igen, ezt sejtettem, hogy nem lesz kiemelve, és azt szerint is raktam fel. Ugye nem is egyedül vagyok a projektben, hanem többen csináltuk. A következő, ami viszont meglepett, hogy ez a balatonos mini projekt tulajdonképpen kiemelésre került kétszer is, úgyhogy ez viszont tényleg meglepett, bár szerintem elég erős lett a nyitó képe, tehát ez az egyik kedvenc képem a mai napig. Itt klipet forgattunk talán, és közbe készült ez a kis videó, vagy videó fotó sorozat, úgyhogy itt is kevés kép van, viszont szerintem hangulatos és egyben van, és a végén megmutatom a helyszínt is, hogy amúgy mi, hogy látni így, ha messziről ránézel erre az egész területre, akkor mit látsz. Szóval tulajdonképpen itt egyben volt nagyon a sorozat, kis aranyos volt, és amire még rájöttem, hogy nem akar több lenni. Tehát nem akartam belemagyarázni ilyen mindenféle filozófiai gondolatmenetet, csak egyszerűen mondtam, hogy a sövényes, vagy milyennek a nádas, igen, szóval hogy magyarra lefordítva nádas, és tényleg ha végignézed a képeket, akkor egy nádas. Szóval tulajdonképpen ez a titka szerintem ennek a mini projektnek. Utána volt egy ilyen ingatlanos projekt, ez szerintem azért nem lett kiemelve, mert az ingatlanos projektek között gyenge, csak én gondoltam azt, hogy ez valamiért erős lesz, úgyhogy ezt megnézhetitek, van videó is egyébként a projektben. A következő az a Pink Vibe sorozat, amit szintén úgy készítettem, hogy ezt tuti ki fogják emelni, ugye ez a nagyon népszerű infra fotó stílus, és valamiért ez sem lett kiemelve. Hát igen, előfordulnak ilyenek, amikor azt hiszed, hogy biztos, de mégse lesz kiemelve. Van még egy ilyen hortobágyos vihar előtti projekt, itt szerintem a címválasztás nem volt a jó, ugyanis a vihar előtti csendet adtam meg címnek, viszont nem annyira jön át, hogyha elkezded nézni, bár itt látszik a vihar, de amúgy meg nem annyira jön át ez a viharos téma. Legalábbis én úgy gondolom, plusz ez is kevéske. Tehát itt is például indokolatlan, miért van ott egy híd, szóval, hogy így annyira kevés ez a sorozat. Hát látjátok, nagyon kevés kép van benne, szóval ez ezért nem lett kiemelve. A következő az éjszakai drón fotó sorozat. Szerintem egyébként azért nem lett kiemelve, mert ilyen nagyon szerteágazó, mindegyik más stílusban készült, szóval nincs meg ez a egy stílussal, egy prezettel, vagy egy színezéssel, vagy egy színvilággal készült dolog, és egy ilyen összevisszaságot kapunk a végére, szóval ha te is projektet csinálsz, akkor figyelj erre, hogy ne legyen össze-vissza az egész. És el is érkeztünk a végére a legfrissebb projektemhez, a Lake Tiszához, ami szintén nem akar több lenni, már így kicsit realizáltam, hogy vajon mi kellhet ahhoz, hogy egy projektet kiemeljenek. Nem akar több lenni, érthető, egyszerű és magával ragadó tényleg ez a szép tiszai környezet, illetve itt van az egyik arca, a másik arca pedig itt van, amikor csak a nyílt víz van. Szóval tulajdonképpen két részre bontottam, így talán picit izgalmasabb is lett ez a projekt, úgyhogy tulajdonképpen ennyit tudok róla mondani. Nagyjából. Egyébként nem ezt a címet akartam neki adni, de mivel így mi végignéztem az előző projekteket így magamba, úgy döntöttem, hogy hát akkor legyen ennek is valami kis egyszerű címe, nem kell többet belemagyarázni, mint ami,
úgyhogy így lett végül ez a projekt is kiemelve, úgyhogy remélem, hogy kicsit tudtam hozzátenni, illetve ez nem csak a Behance-re vonatkozik, hanem a fotósorozatokra is. Szóval, hogyha jó fotósorozatot szeretnél, akkor ezeket a dolgokat is tart szem előtt, nem csak akkor fontosak ezek, ha a Behance-re publikálod, hanem bárhova tulajdonképpen. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnézted ezt a videót, hogyha tetszett, akkor iratkozz fel, nyomj egy lájkot, és minden szombaton találkozunk, hiszen minden szombaton érkezik új videó, és minden második kedden a Kék Óceán Podcast is érkezik. Ez egy ilyen fotós, videós, drónos podcast, meg ilyen social media témák is vannak benne, úgyhogy csekkold mindenképp, linkek a leírásban. Én Szabó Viktor voltam, köszönöm szépen a figyelmet, találkozunk legközelebb, addig is, halihó!